A betyár becsülete Ha mai fogalmakkal helyettesíthetnénk régi korok szóhasználatát és gondolkodását, úgy mondhatnánk, hogy az úgynevezett köztörvényes bűnözőktől eltérően a betyár a társadalmi igazságtalanságok ellenében vétett a fennálló törvények ellen. Személyében tehát nem volt gonosz ember, sőt, ha az élete mentéséért vívott küzdelem nem kényszerítette kegyetlenségre, Inkább jó és becsületes emberi arcát mutatta. Az így felhalmozódott hallomások és tapasztalatok vezették aztán a falusi szegényeket, de mindenek előtt a betyárokkal úgy szóván örökös testközelben élő pásztorokat, hogy segítsék védjék az üldözött betyárt és igaz hírét keltsék, ahol csak tehették. Nem volt minden betyár egyforma személyi tulajdonságú, így akadtak ridegebb természetűek, meg derűs alkatú, mondhatni melegszívűek, de együttesen olyan törvényen kívüli embercsoportot alkottak, akik méltán élvezhették az általuk pártfogoltak rokon szemét. Számos túlzó legenda is övezte jó cselekedeteiket, de néhány tény olyan hitelesen ivódott bele az emlékezetbe, vagy őrződött meg akár feljegyzésekben, hogy bátran hiteleseknek tekinthetjük. Zöld marciról maradt fent például az a történet, amely szerint véletlen útja során összetalálkozott egy Tikász Mihály nevű versfaragó emberrel, aki művészi ösztönei kiélése mellett úgy tartotta fenn mindennapi valóságos életét, hogy rédben leselkedő halászó, madarászó szegény ember volt. Zöld Marcival a Kiskáló hídjánál a mérges csárda közelében akadt össze. Hová igyekszik bátyám ilyen szaporán? Szólt rá Marci barátságosan. Ráismert a pákász a betyárra, de nem ilyet meg tőle, hiszen semmi sem volt, amit féltenie kellett volna. Ezért aztán az életét sem érezhette veszélyben. Higgadtan felelt ezért a kérdésre. A derecskei nagyvásárra megyek, öcsém? Adni vagy venni akar, bátyám? nincs semmiből vennem akármit is. Ellenben három szép darutolnak szeretnék vevőt lelni. Hiszem, hogy lesz is rávevő. Illik a darutól a legény kalap mellé, de a vására menőnek nem illik ilyen rongyos szűr, amilyet kent hord. Elismerem, hogy ócska öcsém, de már apámtól is ócskán örököltem ne csúfoskodjék benne tovább, terítse ide a hídkarpájára, karpájára, aztán majd lesz olyannak, akinek még ilyen sincsen. Igen, ám szép öcsém, de nélkül hamar meghül az ingem. Adok én másikat. Ehol itt az enyém, terítseken magára ezt. Oda is nyújtotta gyönyörű virágos szűrét, de mire az öreg megköszönhette volna, Marci már a lóvéknyába vágta sarkantyúját, és messze röppent. Ismert volt a betyárok előtt a nép szegénysége, hiszen közelről láthatták, és voltak éppen szegények voltak maguk is, így hát a szegénység természetét is jól ismerték. Változtatni persze csak egyéni jó tettekkel tudhattak rajta, de ez nem volt ájtatos karitász, hálát váró nemes gesztus, hanem inkább szemérmes jellegű. Bihar nagy bajomban éles Laci bácsi, még ebben a században is élő ember volt, és a saját nagyszüleivel történteket mesélte el, esti ólbeli tanyázásokon, meg a kis szobákban, ahová begyűltek a falusiak többnyire rétjáró emberek ivadékai, hogy jó fűzfa veszőkből kosarat fonjanak. Olyan jó beszélőkészségű ember volt, hogy szavai nyomán olykor meg is riadoztak a fehér népek, mert már-már hallották, hogy kocogtatja valaki az ablakot. Ilyenkor megnyugtatta az aggódókat, hogy zsellérházakban régen sem kellett félni a betyároktól, ha véletlenül betévettek. Sőt, bizonygatta, hogy abban az időben csak is a betyárok voltak a szegények pártfogói. Eskü alatt állította, hogy példa erre az, ami saját nagyszüleivel történt. Tél volt, éjszaka, éjfélre járt az idő, és homá is volt bent a házban, mert akkor még olajmécsessel világítottak. Éles Laci bácsi, nagyanyja a kemence sutyába, vagy más néven kucikjába tette a pislákoló mécsest, és mellé ült a kemence patkára, hogy jobban lásson. Gyalogszéken kucorgott, és gyéként font. Az urát várta, aki bandában vágta a nádat komádi alatt az irázi rédben. Hét számra kint volt, de most hazavárta az öreg asszony, mert Erősen havazott aznap, és ilyenkor nem lehet nádat vágni, vastag hóban nem siklik a kasza. Várakozva sodorgatta hát a gyéként, és csendesen a maga élvezetére még dúdolgatott is, amikor megkocogtatták az ablakot. Na, végre valahára megjött az ember, gondolta éles Laci bácsi nagyanyja, de helyette két idegen báránybőr sapkás bundás ember nyomult be az ajtón. Rögtön látszott, hogy mindegyik bundája alatt egy-egy puska van. – Jaj, Istenem, betyárok jöttek, az uram meg nincsen itthon, csapta össze kezeit remegve az asszony. – Ne éjed ezen, anyám asszony, szólt az egyik bundás, nem bántjuk mi magát, az a helyzet, hogy éhesek vagyunk. Csihadt az asszony ijedelme, de azért még nem nyugodott meg teljesen. – Kenyerem, szalonnám van, mondta, azt szívesen adom. Az nekünk is van a tarisznyában, legyintett a bundás. Harmad napja azon élünk. Valami meleg kellene. Van egy úkja, csak egy van lelkem. Na no, hát akkor Isten neki, meg éleskés. Pucolja, főzze meg iziben, mert nincsen időnk hosszú ének Begyűrték bundájukat a két kis ablakba, hogy kívülről ne lehessen belátni. Asztalhoz ültek és várakoztak. Amikor elébbük került a leves meg a hús, megették az utolsó morzsáig, aztán az, aki eddig is beszélt, azt mondta, na, néném asszony, elpanaszolhatja az urának, hogy megették az utolsó tyúkját, kis vígmiskáék. Magukra vették a bundákat, aláfogták a puskákat, aztán elmentek. Nem érhettek messzire, amikor megérkezett az asszony férje. Hát te mit ridogálsz? kérdezte csodálkozva az ember. Hogy ne rinnék, amikor az imént főzették meg velem a betyárok az egyetlen tyúkomat. Legalább hagytak volna belőle magának. Hazudtak azok, hé, hey! csóvágatta fejét hitetlenkedve Éles Laci bácsi nagyapja. Még hogy kisvíg miskájék, csavargó zsiványok lehettek azok, mert igazi betyár nem károsítja meg a szegény embert. Volt a komódon egy néhány teljes szilke, másképpen csúpor vagy köcsög, de azokban régen nem tartottak tejet. Ellenben, amikor másnap reggel rendezgette őket éles Laci bácsi nagyanyja, észrevette, hogy az egyik bögre igen súlyos. Belenézett, és nem tudott hová lenni a csodálkozástól. A szava is elakadt, úgy mutatta férjének az edényt. Na, <laughs> mondta megvidámodva a férj. Most már... Elhiszem, hogy kis vígmiskáék ették meg a tyúkodat. Tartalmilag hasonló eset volt, amikor egy szoboszlai gazda kocsisa akadt össze egy betyárral, két lovas szekeret hajtott, és már kívül ért a városon, amikor a pityori kert sarkánál kilépett a fák sűrűjéből az útra egy viseltes gúnyájú legény. Leginkább szolgagyereknek látszott, mert egyetlen szál kakastólat fútt a szél alapja mellett. Úgy festett, mint akinek darutóra nem telik. Ezért hát udvarokon szaladgáló kakasfarkából ránt ki egyet, hogy mégis legyen dísze a kalapjának. Megfogta a lovagzabláját, és azt mondta. Jó, hogy jön apám. Jöttem, felelte a vénkocsis, mert küldtek, vagyis muszáj volt. Sokszor kerül az ember muszáj helyzetbe, bólintott a legény, aztán hozzátette. Mint most, én is. Hajduszovátra küldött a gazdám, és állj félre, öcsém, mert mennem kell. Menne csak, de nem lehet. Nekem is muszáj mennem egy másik irányba, mégpedig szekéren, ahogyan kocsis legényhez illik, úgyhogy szálljon lekend, aztán én meg a helyére ülök. Ne tedd már ezt velem, édes fiam, fogta kérőre a dolgot a megijedt vénember, látva, hogy itt elszánt ember állta útját. Nem is magával teszem, hanem a gazdájával. Csak hogy engem is törvénybe fognak érte, mondta a kocsis. Na, ide nézem, szólt a legény, és nagy csomó pénzt markolt előkopottas ruhájából. Nem kettő, hanem három ló árát, meg basalt szekérre valót olvasok a markába, és így nem lehet bántódása. De most már ne alkudozzunk, mert sietős az utam. Mielőtt azonban a lovak közé csapott volna, még három széles bankót előhúzott, kisimította és az öregkocsisnak nyújtotta. Ez külön a magáé. Aztán, ha megmondja a gazdájának, hogy Fábián Pista volt a vevő a lovakra meg a szekérre, még szerencsés embernek is érezheti magát. Hálás lehet Kentnek, hogy nem Isten nevében vittem el a szekerét meg a lovait. A romantikára hajlamos közhiedelem, de olykor a valóságot nem jól ismerő festők és rajzolók is általában cifrán öltözött nyalka legénynek ábrázolja a betyárt. A fenti példa rá a bizonyság, hogy ez nem így volt. Tudott és szeretett persze díszesen öltözni is, de saját divatját mindig az alkalomhoz igazította. Éppen a most említett Fábián Pista híres betyárról tartja az emlékezet, hogy a karcagi Bócsa nevű határrészen bement egyszer az egyik tanyába, útban a karcagi nagyvásár felé. Ekkor éppen szép fehér öltözett tulipános szűr, meg darutollas feketek alap volt az öltözéke. Megszólított egy béres legényt, akivel a tanyaszélén találkozott. Ejnye, mondta neki huncut fényel a szemében. szemébe. kicsípted magad döcskös! A fiút ezzel a megjegyzéssel igen felbosszantotta. Azon ugyanis kurta ing volt, ami csupaszon hagyta a derekát, meg házilag szőtt kendervászomból vart szűk gatya, úgynevezett tőgyfattya volt rajta. Ez volt a tanyasi szegények leggyakoribb viselete. Gúnyolódjék velem, Kent, mondta dühösen a fiú. Jobban örülnék, ha inkább cserélne velem. Nagyot ámult a fű, amikor Pista már vetkőzött is, a legénynek adta cifraöltözékét, és magára húzta annak silány holmját, aztán ment a vásárba, mert nyalka öltözékben oda nem ment a rendes betyár. Egy balmazújvárosi rác István nevű szolgalegénynek viszont ellenkezőleg alakult a helyzete, legalábbis kezdetben. Világéletében virágos szűrre vágyott. És ez a vágy annyira hevítette, hogy silány bérét filléről fillére összerakta és elásta az istálóban a dikó alá. Addig gyűjtögette a pénzt, míg összejött a szűrre való, amint megtehette, egyenesen a Debreceni vásárba ment, és a legdíszesebb szűrt vásárolta meg. Ezt követően viszont egyetlen fillére sem maradt. Úgy ment haza felé az út csárdák mellett, hogy a nagyon vágyott bor helyett csak a nyálát nyelte. Ennek ellenére boldog volt, és még fütyörésze dalolgatott is. Amikor váratlanul elélép az út mellől két megtermett ember, táblás részfokosokat markolva. Nem volt a modoruk támadó, de azért veszedelmet sejtető volt annak a higgadt beszéde, aki megszólalt, aztán végig társalgott. Most vetted a szűrt öcsém. Most felelte egyikről a másikra pillogva a fiú. Nem lehetett olcsó, ugye? Jött az újabb kérdés. Három esztendei bérem ráment, és egy garasom sem maradt. Hát én ennél azért többet néztem ki belőled. Ezt a szűrt aztán persze nem adnád senkinek, ha kérné valaki, ugye? Nem bizony, jelentette ki, most már harcra is készen a legény. No, mondta az óriás, nem is kell aggódnod, mert én nem kérem, hanem elveszem. Hiába keserget, meg dühöngött belül a legény, csak egy bot volt nála, a két óriásnál, meg a nagyfokosok. Csak annyit merészelt, hogy káromkodott, miközben lekanyarította magáról a cifra A betyár azonban szolidabb modorra intette. Ne szitkozódj te, mi haszna? Sós pistával beszélsz? elveszem a szűrődet, de nem hagylak pocosan, hanem adok másikat. Levette a saját foltos szűrét, a fiúnak nyújtotta, majd eltűnt a társával együtt a nádasban. A szolgalegény pedig belerúgott mérgében és tehetetlenségében az ócska holmiba. Mintha visszalesett volna rá Sós Pista, azt kiáltotta a nádasból. Jól vigyázz arra a szűre, hé! Többet ér az, mint ez. Nem a betyár figyelmeztetése, hanem szükség okán mégiscsak felvette a porból a szűrt a legény, mert anélkül mégsem maradhatott, utálta pedig, főként a foltjai miatt. Lehet a szűr piszkos is, rongyos is, de legnagyobb szégyen volt, ha foltok borították. Főt keserű levében a legény mind a mellett óvakodott, hogy elmondja valakinek szégyenét, míg nem félig meddig apjának, az öreg udvaros cselédnek mégiscsak megvallotta, hogy mit csinált vele az állítólagos sóspista betyár. Tapasztalt ember volt az öreg, és miután gondolkozott kevéssé, elkérte a szűrt és alaposan megvizitérozta, mint a katonáiknál az újoncot. Aztán a fiú riadalmára bicskát vett elő, és felvágta az egyik foltot. Hát alatta volt egy százas bankó. Óvatosan sorra nyitogatta a vénember a foltokat, és ahány folt, annyi százas. Burokba születtél, te, fiam, okította aztán a legényt. Áthatod a szerencsédet, hogy összehozott sóspistával. Most aztán megveheted a szűrszabó portékáját sátrastul. Így emlékezik a hagyomány meg annyi hasonló esetre is, meg annyi betyárra jót cselekedtek a szegényekkel és a pásztorokkal, akikkel ráadásul nem csak kényszerű, de sokszor igazi jóbarátságban voltak. Ki is jelentette egyszer egy csend biztos, hogy ha pásztor nem volna, akkor betyár se volna. Erre viszont az volt a pásztorok csendben elmormagott felelete. Fogna betyárt a csend biztos, ha a markába adnánk. Egyik fontos kötőkapocs azonban éppen ez volt a betyárok és a pásztorok között, hogy a pásztor csak addig maradhatott a helyén, vagy akár életben, amíg bújtatta védte a betyárt. A pákászok mutatták a meneküléshez szolgáló utat, a pásztorok pedig tartós búvó helyeket biztosítottak. Kölcsönösen érdek is volt a pásztor és a betyár barátsága. Dombai Bálint pásztorról tudott például, hogy Virág Károly betyárral volt nagy barátságban. Ennek ellenére nagy bizalommal voltak iránt a gazdura még, mert akármilyen nagy guját bíztak a kezére, soha nem hiányzott abból egy darab sem. Onnan a betyár nem tudott vinni. Hát persze, hogy nem, hiszen nem is akart. Sőt, külön figyelmet fordított rá Virág Károly, hogy Dombai Bálint jószágait senki ne bolygassa. Azt kapta cserébe, hogy az öreg dombai meg a betyár biztonságát vigyázta. Leghíresebb eset volt, amikor a gyanút fogott pandúrok gyűrűjéből úgy mennekítette ki, ki Virág Károlyt, hogy a guja közé bújtatta. És mintha csak békésen terelgetné a jószágokat, kiterelgette velük együtt a betyárt is a fegyveresek gyűrűjéből. Általánosan szokásban volt, hogy olyan kunyhókat építettek maguknak a pásztorok, amelyeknek mindig volt valami rejteke, ahová vész esetén elbújhatott az üldözött betyár. Mindegyik pásztornak volt valami jó betyárja, akivel kölcsönösen ügyelték egymás érdekeit, és a pásztorok soha nem csaladkoztak az igazi betyárok becsületességében. Csárdák titkai! A mai köztudat által Bizonyára legismertebb, mert legtöbbször megszólaltatott nóta ismerteti a kondorosi csárda nevét. Valóban híres csárda volt, főként az 1870-es évek előtt, amikor Gulya Ménes ott delelgetett. Azt követően azonban köréje települt a falu. A hagyomány szerint már nagyon régi időkben csárda állt kondoros határában. Eleinte persze csak sárból, nádból cseperített, későbben, amikor aztán igazán híressé vált, már boltíves tornácuk, széles, hosszú épület lett. Nagy ólak, színek állottak mellette, meg tágas szekérszállás, bezárható ajtóval. Az egész csárdát pedig, akár egy középkori várat, magas téglafal övezte. Endrőd, gyoma, Mezőberény, Csaba, Orosháza, Békés, Szentes, szarvas megközelítő hosszú-hosszú útjainak a kereszteződésében volt, és így érthetően örökké zsúfolt. A keresztező utakon egymást érték a vásárjáró kereskedők portékával terhelt szekerei. A felsorolt városok vásárjaira általában egész gulyákat, méneseket hajtottak. Állítólag egy tekintélyes szegedi kőműves építette az erőszerű csárdát az 1820-as években. Főképpen orgazdák, meg más személyek, akiknek rejtegetni valójuk volt, lekenyerezték a mestert, hogy gondoskodjék megfelelő rejtek helyekről. Gondoskodott is. A dupla falu nagy keresztül közlekedni lehetett az ivó, a vendégszoba, a padlás, meg a pince között. A pincéből pedig alagutak vezettek több irányba. A rendelők becsületére legyen mondva, meg is fizették a kőművesnek, amit beígértek neki. Hanem utána, hamarosan eltették lábalól, nehogy jó vagy rossz kedvében elárulja a csárda titkait. Méltán lett híressé a kondorosi csárda. Vásározók, utazók, bolyongók mellett jó pihenőhelye volt itt egyebek között Rózsa Sándornak, Bogár Imrének, Patkó Bandinak, Babály Gyurkának és meg annyi más szegénylegénynek. Ám de legalább ilyen rangú hely volt a karcagi morgó és az ágota csárda is. Utoljárók, kereskedők, céltalanul bolyongó vándorok, szilajpásztorok és betyárok mulató tanyája, búvó helye volt mind a kettő. A morgóval ugyanaz történt, mint a kondorosi csárdával. Idők folyamán körbenőtte karcagvárosa. Amikor azonban még kívül esett a városon, ugyancsak középkori várakat utánzó módon, Víz állt mellette, ha nem is folyta körül. Jókor a tó terült el a csárda közelében, és ez a tó a papér, meg a csurkafok nevű kicsiny folyó vizeken keresztül kapcsolatban állt a kormánycsok, meg az érbuga nevezetű vízborította nádasokkal, a bihari sárrét idáig érő nyulványaival. Ilyen módon óriási mocsárvilágnak is középpontja volt, és ennek a mocsárvilágnak a pákászai, halászai, madarászai, rétes emberei, de az általuk menekített betyárok is csónakon jöhettek a csárdához, ha úgy adódott útjuk. A kipürkészhetetlen, messzi idegenbe vezető víziutak mellett azonban talán hihető, talán csak legendákban létező alagutak is léteztek, melyek a morgót és az ágot a csárdát összekötötték. Még a múlt század második felében is éltek emberek, akik köröm szakadtáig bizonygatták, hogy léteznek azok az alagutak, mert mivel magyarázható másképpen, hogy betyárokat itt nem poktak a pandúrok. A betyárok nyugodtan jöhettek, mehettek az alagutakon, ha már a felső talaj égett a lábuk alatt. A legenda szerint a morgópincéjének legsötétebb zugában hatalmas hordó fötte el az alagút nyílását. Nem volt olyan bika erős ember, aki ezt a hordót el tudta volna mozdítani a helyéről. Ellenben, ha a felső dugóját kihúzták, akkor egy gyermek is odébb gördíthette a ászok fákon. Az alagút másik vége, vagyis kijárata, ágota pincéjében volt. A pincegádor egyik lépcsőfokát felülről számítva a kilencediket, be lehetett tolni a falba, de nem akár merre, hanem csak bal felé. Az ágot a csárda is karcak határában állt, egy halom tetején, az egykor nagyforgalmú Pest-Debreceni országút mellett. Itt jártak el a gazdag kereskedők, pénzes kalmárok, drága portékával nyikorgásig megrakott ponyvás szekerei, és ha ehhez hozzá gondoljuk, hogy a közeli nádasnak tolvajos volt a neve, nem nehéz sejteni az itt uralgó állapotok miben létét. Az ágota csárdát övező legendákkal ellentétben tény, hogy a 16. században kolostor és zárda volt ezen a dombon. Egy kun főember lánya, ágota apácáskodott benne, és róla nevezték el későbben a csárdát is, amit a korábbi egyházi helyek maradványaiból építettek fel. Noha máig nem tudható, hogy létezette alagútja a csárdának tény, hogy egyéb tekintetben igen furfangosan építették meg. Túl azon, hogy minden tekintetben tökéletesen megfelelt egy vendéglátóhelytől elvárható feltételeknek, igen körültekintő számítással úgy húzták fel a falakat a régen való deréképítő mesterek, hogy a főgerenda, vagy más néven mestergerenda, pontosan Hajdu és Jász nagykun szolnok megyék határán át. Ez pedig igen jelentős tényező volt, lévén, hogy a korabeli rendelkezések szerint a pandúr csak a maga ében pandúroskodhatott. Ha a betyár átszaladt elől a másik megyébe, oda már nem követhette. A közbiztonságnak ez a sajátos volt, aztán igen jól megfelelt, pandúrnak, betyárnak egyaránt. Amikor például a veszedelmes lövöldöző betyár átlépte a szomszéd megye határát, a csendbiztos fellélegezhetett. A további felelősség már nem az övé. Továbbá saját magát sem kell attól a minútumtól kezdve életveszélyeknek kitenni. Életveszélyektől történt, szabadulásokról van szó, ugyanakkor bohózati jellege is volt a dolognak. Amikor a neves betyár Sós Pista meglátta az ablakon keresztül, hogy közelít Barca Dani, a hajdúsági komiszáros, akkor átsétált az ivószoba kunsági oldalába, és biztonságban iszogatott, vagy akár mulatott is tovább. Még kocingatott is a csendbiztossal, átnyújtva poharát a határ és a mestergerenda között. Ajtaja is kettő volt az ivónak. Egyik a szolnoki, másik a hajdúsági oldalon. Hanem amikor szolnok és hajdu egy időben rendezett betyárhajtást, abból baj származhatott volna, ellenben ilyenkor ott volt az alagút. Egyszer a leginkább elhíresült Rózsa Sándor ellen fogtak össze. Valami szimatos, vagyis olyan ember, aki a pandóroknak dolgozott, szóval egy ilyen besúgó tájékoztatta megbízóit, hogy amikor erre kószál Rózsa Sándor, akkor az ágot a csárdában szokott leginkább időzni, persze csak az éjszakai órákban. Ez igaz is volt, és egy nóta szerint megvolt a magyarázata is, így mondja a nóta. Az ágot a csárda, ragyog akkor, Mikor benne mulat, Rózsa Sándor, Csapláros négy virág virágszálom, Hogy betyárrá lettem, nem sajnálom. Egyszer csak beszaladt a kint figyelő ember, és elkiáltotta magát. Lódobogás erről, nyerítés amarról, rajtunk mind a két vármegye. Ekkor aztán azt a cselt alkalmazták, hogy egyik ajtóba a deres bajszú csapláros, másik ajtóba fiatal felesége állott, és a ravasz asszony elvissantotta magát. Jé, pandúrok! Én meg azt hittem, hogy Rózsa Sándor jött meg. Hová gondolsz? Kiáltott a másik oldalról a férj. Nem te kell lesz annak, hanem Szeged alatt fúvatja a dudát. Elég a tréfából, dörrent a pandúr hangja. Itt van! Jól gondolta a pandúr, és mégis rosszul, mert tűvé tehettek mindent nem leltek a betyárra. Az már akkor lent volt az alagútban, és egy bádoglámpás gyérvilágánál a morgó felé botorkált. Annak az istálójába kötötte be a lovát elővigyázatosságból. És amíg a pandúrok az ágot, a külsejét, belsejét vizsgálgatták, addig ő szépen átlovagolt Biharba, vagyis a harmadik vármegyébe. Természetesen hét lakat alatt őrződött az alagút titka, és a csaplároson kívül csak néhány híres betyár ismerhette. Még amúgy beavatottnak számító emberek sem tudhattak róla, illetve, ha gyanították is, hogy létezik, nem találtak volna rá. Egyszer egy kopott kis ember érkezett az ágot a csárdába. Hiába lötyögött azonban ócska szűra Rögtön gyanította a csapláros, hogy az illető nem akárki lehet. Ez pedig abból gyanította, hogy a kistermetű vénembernek hegyes volt a bocskora orra, de a sarka is. A legjobb nyomozó is szaglázhatott utána, nem tudhatta kideríteni a lába, illetve bocskora nyoma alapján, hogy melyik irányba haladt. Némi téblábolás után aztán előrukkolt a ember, hogy ő Fábián pista embere, és őt keresi. Válti keresi azt, vagy, gyurka csend biztos is, aki látja, éppen itt terpeszkedik az asztalnál. A morgóban meg vakmajor lebzsel a karcagi perzek utor. Ők sem lelik, én sem lelhetem. A kis ember azonban erősködött. Ám, de engem ide rendelt Fábián Pista. Fontos hírem van. Amikor végre kimondta a csapláros által is tudott jelszót, akkor megmondta a csapláros a jelszó párját, és hozzátette, adja ide a hírt, majd én továbbítom. Vagyis Fábián Pista bizalmasa sem juthatott az alagút nyitjának birtokába. Ma már nincs meg az ágot a csárda. Elvesztette régi jelentőségét, még alkalmi vendéglátó szerepét is, és 1945-ben lebontották. Öreg falai megrepedeztek, megrodjantak az évszázadok súlya alatt. Rá is bukkantak bontáskor egy föld alatti rejtek helyre, ahová a boltíves nagy szabad kémény füstfogójából lehetett lejutni a falba épített kürtön keresztül. A megtalált rejtekhely vakolatlan oldalának tégláiba ákombákon betűk, évszámok voltak bekarcolva, és megfejthetetlen jelek, amelyekkel talán gondolataikat, titkaikat rótták fel az itt megbúvó szegénylegények. A nagy és mély borospincében harminc csontvázat ástak ki a földből, Találtak ezen kívül három kést a fal tövébe szúrva, meg szétgorult József császár korabeli pénzeket. Hanem alagútnak nem bukkantak a nyomára. Felmerült persze, hogy miképpen is lehetett volna ott alagút, amikor a két csárda 15 kilométerre van egymástól légvonalban. Kinek lehetett volna pénze, eszköze ahhoz, hogy használható alagutat építsen a mocsár alatt? Méghozzá a bengecseg, a tolvajos, meg a többi szinte feneketlen bocsár alatt. Mert még a múlt század derekán is a Tisza vize, pontosabban árvize uralkodott a karcagi határon. Idáig hozta a Tiszát, a Cinaderék, a Kakatér, meg a Hortobágy folyócska medre. Nem járhatott itt más a föld alatt, csak vízipatkány, meg vakond. És mégis. Hát ha. Talán igazi alagút helyett csak egy olyan szűk folyosó volt, amin hason csúszva lehetett közlekedni. Talán el sem ért egyik csárdától a másikig, csak kivezetett át szabadba. De éppen kezdetleges megmunkáltsága folytán hamar beomlott. Aztán esetleg újra csinálták és használták, míg újra be nem omlott. Józan persze nehéz hinni egy alagút létezésében, de a legenda hite. Mégis jó esik. Valóság és legenda keveredik a holdas csárda körül is. Ez a csárda hencida közelében volt érparton két halom között. Főként azok ejtették útba, akik Bihar bajom és várat között közlekedtek vásározni. Szokásban volt, hogy vásárokra járó kofák, kismesterek, kiskereskedők, fuvarosokat fogadtak, nem rendelkezvén saját lovakkal szekérrel. Így tett egy csizmadia is, aki a vásár után hazafelé tartott a fuvarossal, és megálltak a holdas csárdánál. Kényszerítő is volt a megállás, mert éppen beesteledett, szél is támadt, amely sötét fellegeket hajtott a csillagos ég fölé, amikorra pedig behajtottak a szekérállás alá, akkorra már nagyon forgott a szél a pusztáról, és kísérteties zúgással rontott be a nádasba. Kibújtatták a lovakat a hámból, és szekér oldalhoz kötözték, hogy szénázzanak. A szekér farát megtöltötte a csizmadia óriási vásáros ládája, amelyen tenyérnyi nagyságú erős lakat lógott. Abban a nyugodt hitben mentek be a csárdába, hogy mindent jól elrendeztek, mert biztonságban a láda is, a lovak is, tudnélik ilyen fuvaros lovakat nem kötnek el a betyárok. Oda bent egy vörös részből készült, félhold volt szegezve a mestergerendára, és ez rögtön felkeltette a csizmadia figyelmét. Meglátszott rajta, hogy sokszor csattogtatták hozzá a fokosuk fokát a mulatozó legények. Akkor este azonban csendes volt a csárda, csak a mindinkább neki vaduló ítéletidő feszegette kívülről az ajtaját ablakát. Három ablaka volt az ivószobának, mindenik szabad falán egy-egy ezzel a három szemével figyelt három égtáj felé. Jó estét, Mundró bátyám, köszönt a kocsis, aki jól ismerte a csaplárost. Vagy nem jó az este? kérdezte tréfásan. Jó ez, hé, felelt a csapláros. A tető nem ázik be, két halom közé meg nem itt a villám. Három üvegben hozott ki bort, Mundró a kármentőből a harmadikat magának zsírral kenegetett őszhaja két oldal csimbókba volt kötve, hegyesre fent bajusza pedig öklelőre állt a sasorra alatt. Miért van ott az a félhold? kérdezte a csizmadi a mestergerendára bámulva. Melléjük ült Mundró, iszogatott velük, és előadta, hogy bocskai fejedelem idején hajdúk verekedtek itt a törökökkel, és az elesetteket a két halom alá temették. A magyarok egyikbe a törököket, azok meg a másikba a magyarokat. Akkor már állott a csárda, és a törökök verték rá a félholdat. Ő meg nem akarja levenni. Egyszer csak hosszú, elnyújtott kiáltást hallottak, és a csizmadia meg a kocsis egyszerre emelkedtek, hogy kinézzenek, mi az. De a csárdás visszanyomta őket a helyükre. Semmi az, csak képzelődnek, kentek, mondta. Azután elmagyarázta, hogy a csárda mögött rettenetes mélységű kút van, amit még a török ásatott, amikor itt megtelepedett. Mostanában úgy emlegetik, hogy betyárok kútja. Ám bár ő nem tudja miért. Némely éjszakákon ő is hal kiáltásokat, de erősen figyelmeztették bizonyos betyárok, hogy ne kíváncsiskodjon. Ezt ajánlja a vendégeinek is. Kisvártatva két szálas legény lépett be az ajtón, és úgy köszöntötte őket mundró, na hé, túl vagytok a nehezén. Okkal gyanakodhattak a vendégek, hogy ismeri a legényeket, és arról is tud, mi áradban vannak. Nem kapott választ, ellenben az egyik legény a csizmadiához fordult. – Prima csizmákat csinál maga, mester uram, úgy pászol ez a csizma, mintha méretre készült volna de nem csak szóval dícsérem érte, hanem fizetek is. Annyi pénzt nyújtott a csizmadiának, amiért négy pár csizmát vehetett volna, és amikor a mester illően vissza is akart adni belőle, nem fogadta el, hanem újra csak a csizmát dícsérte. Mind a mellett roppant izgalomba jött a mester, hiszen látta, hogy valóban az általa készített csizma van a legény lábán, ezért javasolta a kocsisnak, hogy induljanak haza, az idő ellenére is gyorsan a ládájához ment, és meglepődve látta, hogy a lakat úgy lezárva, ahogy a nő hagyta. De amikor kulcsal kinyitotta, valóban hiányzott egy pár csizma. Ügyes lehetett, aki ezzel a lakattal babrált. A kocsis ellenbe oldalba billentette, és felhívta a figyelmét, hogy a csárda bejáratánál három felnyergelt ló van. Ember azonban csak kettő jött a csárdába. Nem szóltak, de mindketten sejtették, hogy a harmadik a kútban lehet. Amit jobb nem ellenőrizni. Sokan tudtak róla, hogy Mundró csapláros összejátszik a betyárokkal, és nyilván tudja azt is, hogy mi a titka az említett kútnak, ami ma már nem létezik, mert összeomlott a csárda, és betemette a kutat. Vele temetődött a holdas csárda titka is. A pusztai élet A múlt század ötvenes éveinek végén készült el a szolnok debreceni majd Váradi vasútvonal. Ezt megelőzően a tiszántúli ember csak hírből hallotta, hogy vonat is van a világon, de nem igen hitte. Akinek dolga akadt a faluján kívül, az szekérre ült, vagy nyeregbe szállt a szegény ember pedig gyalogszerrel indult útnak. S ráadásul milyen volt ez az út? Hát, ami ennek a természet alkotta. Emberkéz azon nem sokat igazított. Nyáron még csak el lehetett rajta poroszkálni, de esőké vagyján alsövényig süllyedt a kátyúba a szekér, és a ló is hasig járt benne. Az ősszel felvágott sár télen rögökbe fagyott, szétrázta a szekeret, hányta, vetette a szánkót. Ha körülnézett az utas, az óriási határú alföldi városok, falvak, tornyai tűhegyekként mutatkoztak az ég alján, vagy nem látszott egy se, mert kívül esett a láthatáron. Egy francia tudós bizonyos Bedan azt írta 1818-ban az Alföldön tett utazásáról. Ezen a tájon különösen ősszel, sivatag közepén képzeli magát az ember, ahol nem talál semmiféle állandó jellegű utat. Egyetlen fa, egyetlen domb sem korlátozza a tekintetét. A szív elszorul e végtelenség közepén, melynek határait hiába keresi a szem. Amikor pedig leszáll az éj, nagy számban gyúlnak ki a tüzek, melyeket a pusztában alvó pásztorok, parasztok és fuvarosok raknak, és amelyek biztosítják az embert, hogy nincsen teljesen egyedül a pusztaság mélyén. Mennél nagyobb volt hát, a láthatatlan semmi, annál többet képzelt bele az aggódó tekintet. Nem csak más országokból érkezettek, de itt lakók számára is borzongató volt olykor a kietlenség. Főként, ha mégiscsak lakott településről kellett a pusztába menni. Akármilyen kicsi volt is egy település, mégiscsak jobban biztonságban érezték magukat az emberek egymás melegében. Bizonyos, hogy volt pedig élet a pusztán, annak a számára, aki folyamatosan ott élt. Olykor igen izgalmas és mozgalmas is lehetett. A kívülálló viszont legalább annyit képzelődött róla, mint amennyi igazat tudott. Érthetően főként a csárdák ébresztettek élénk érdeklődést a kívülállóban. Éppen azért, mert vajmi keveset tudott arról, ami odabent történik. Illési János kunkapitány így fogalmazott egy rendeletében a csárdákról: Ezek, ha csak nem reguláris vendégfogadók, mindenkor több kárt tesznek a publikumnak, mint hasznot. A benne lévő csárdások többnyire orgazdák, Feleségeik, valamint itt név alatt náluk tartózkodni szokott gyanús nőszemélyek, a testek kitételével ámítgatják magukhoz a tolvajokat és a csavargókat. Mit a eléggé jól érzékelte kunkapitány uram a helyzetet. Ama ma bizonyos itcésről így verselt Cucor Gergely 1845-ben. Zöld cipellő, kék harisnya, sarkigérő veres szoknya, csípőn szoros fehér kötény, kék sejemből fodros mellény, rövid ingúj dagadóra, nyakkendőcske szorítóra, ezüst csat mellékesítő, részkarika fúrott fülben, fésű, magas, sűrű fürdben. És honnan ez az ékes viselet? Sok nóta szól róla, egyebek sorában az alábbi. Sáros az ágot a csárda udvara, Meglátszik a lopott lónak a nyoma. Gyere rózsám, söpörd el a lónyomát, Úgy is reát költöm én el az árát. Akik persze benne éltek ebben a világban, Azoknak számára távolról sem volt olyan ijesztő vagy visszataszító, Mint az itt uralkodó létben is elütött a rend a rendetlenségtől. A pusztanépe nem úgy ítélte meg a csárdákban zajló életet, mint a hatóság, vagy mint az idegen. Például az orgazdaságot, meg a betyárok bujtatását a csapláros foglalkozás természetes velejárójának tekintette. Csak azt nem bocsátotta meg a csaplárosnak, ha túlságosan eltért a betyárbecsülettől, ha a vendégei ellen fondorkodott. Hamar elrántották a haját az olyan csaplárosnak, aki az ittas ember zsebébe nyúlt, vagy kotorászni próbált a szűre ujjába, avagy álomport kevert a kiszemelt utas italába. Ha eppélén kapták a csaplárost, az is megesett, hogy veres kakas repült a csárda tetejére. Így pusztult el például a Sándoros csárda is, azt követően, hogy egy Timók András nevű csapláros költözött bele. Az előtt jó hírű hely volt, Rózsa Sándor is többször megfordult benne, nevének kezdőbetűi sokáig láthatók voltak a lámpakormos, pipafüstös mestergerendában. A bajomi Sólyom Sándor feljegyzései nyomán, mint személyesen megtapasztalt históriát ismerhetjük azt, amit a csárda végnapjairól, főképpen pedig a csapláros végnapjairól tudhatunk. Egyszer késő este, két bajomi gazda időzött a csárdában a kis rábéi számadóval, amikor belépett az ajtón egy derék ember. Cifraszűre alól kilátszott a kezében tartott, dupla csövű puska nyoma. Megpillantván a csárdást, azt kiáltotta köszönés helyett. Hát az ördög játszik a szememmel, vagy te még csak ugyanélsz, Timó Kandrás! Hogy nélnék? Vágta rá a csapláros. Még beteg sem vagyok. Arra ne sokat adj, folytatta fenyegetően a puskás. Betegség nélkül is meghalhat, aki rászolgált. Most látom csak, azaz egyáltalában nem látom a feleséged. Hová tetted? A debreceni nagyvásárban süti a pecsenyét. Akkor jó, intott a szűrös ember. Éppen oda igyekszem, de előtte még meginnék egy bort. Nem nagyon sietek, de azért hozzad, mert megszomjaztam. Már is hozom, készségeskedett a csapláros, ahogyan a szolgálatkész vendéglátók igyekeznek tenni a dolgokat. Fél perc hián már le is tette a bort a puskás asztalára. Maradj csak te is, nyúlt utána a kötekedőnek tűnő ember, és megfogta a csapláros ingulját. Ő ide mellém, és te így abból, amit hoztál. Én majd nyelek a kulacsomból. Erre viszont már felcsattant a csapláros. A teremtés előtt, Gáspár! Nem akarsz inni a boromból? Azt akarod, hogy megszégyenüljek a helybéliek előtt? Felháborodva nézett körbe a vendégeken, akik valóban odafigyeltek a skandalumra, de egyelőre senki se szólt bele abba, amiről nem is tudták, hogy voltak éppen micsoda. Azt azonban gyanították, hogy valami súlyosodik a levegőben. Nem voltál te ilyen szégyellős azelőtt, folytatta kötekedő modorában a csaplárost bizonyosan jól ismerő vendég. Így áll csak, ha én kínállak. Úgy tűnt, mintha nem tudná Timók, hogy mit csináljon. Ezért a többi bentülőhöz fordult. Maradjanak csak nyugodtan, semmiképp el ne menjenek, mert magukkal még beszélni akarok azután, ha elment ez a cimborám. Inkább azt mondom, hogy menjenek, szólt most az ismeretlenek ez a puskás ember. Jobban járnak, ha elmennek. Ez az ember úgy beszél magukkal, mert nagyon erős a bora, és mi hamar elalszik tőle. Nem kellett kétszer a biztatás, eloldalogtak a vendégek, jó okkal gondolván, hogy intézzék csak azok egymás között, ami intézni valójuk van. Jó messzire elhaladtak, amikor észrevették azt, amit egy nóta így említ. A Sándoros csárda lobbot vetett, Timók András csaplár benne égett. Az volt a bűne Timók Andrásnak, hogy csalt a bormérésnél és pedig igen sajátos módon. Napon szárított kígyót dugott a hordóba, mert az volt a hiedelem, vagy talán valóság is, hogy attól erősebb lesz a bor. Hamar elvette annak az eszét, aki ívott belőle. Úgy elvette, hogy azt sem tudta, mennyit ivott. Így aztán a csapláros annyi rovást rót a kármentő oldalára, amennyit nem szégyelt. Így erősítgette a boráta, Kajla nevű csárda csaplárosa is. Nem annyira híres, mint inkább hírhet volt ez a csárda. Pásztorok és igazi betyárok helyett inkább izgága mi hasznák, sunyi tolvajok látogatták leginkább, akiket a köztudat kapca betyárokként emlegetett. Azért nevezték Kajlának, mert megtöppett nádereze, majd a földig lelógott az elhanyagoltságtól. Sok verekedés zajlott itt, sok koponyát meglékeltek, mintha eleve ilyesmire számított volna a hajdani építő vagy építető, az arasznyi vastagságú töltsfadeszka asztallapok földbeásott fatörzsekre voltak vasalva, ugyanígy a lócák is. Nehogy a megvadult legények összetördejék, ha patáliát csapnak. A kármentőt se lécekből csinálták, hanem izmos cölöpökből, mint a mocsári várak palánkját hajdanán. Til József, a káromkodós Bihari csendbiztos mondta egyszer, hogy felényi dolga lenne, ha ezt a csárdát széthányatná. El is pusztult a csárda, de nem a csendbiztos keze munkája nyomán. A rendszeresen odajáró két izgága cimbora, bizonyos Szilágyi Jancsi, meg Varró Misi, jelentek meg egy éjszaka orosházáról, de már az első kort után kijelentették, hogy nem ízlik nekik a bor. Kaparja ez az ital a hasamat, Tógyer bátyám, mondta egyikük, a Tógyer nevű csaplárosnak, és rögtön meg is markolták, s becipelték a kármentőbe. Megnyitották a hordócsapját, és a bugyogó bor egy kígyót mosott ki a lyukon. Ez hűsíti a bort, próbált magyarázkodni a vén tógyer, de a legények rázárták az ajtót, és taplót dugtak a náttető négy sarkába. Nem volt ez túlságosan dicső dolog, de hát a bormérő viselkedése is okot adott a kifogásra. Ahogyan jó néhány bormérő akadt a sárrét világában, aki lerontotta a csárdahírét, amelyikben tevékenykedett, vagy eleve olyan helyekre mentek a rosszkocsmárosok, ahová rajtuk kívül más már nemigen kívánt menni. Egy szóval a híres nevezetes, jó ételeket, italokat adó, jó dudaszótól hangos, igazi betyárokat bújtató csárdák mellett. Akadt néhány olyan is, amelyik rossz emlékeket hagyott a látogatóban, rossz hírét keltette, nem csak önnön voltának, de a joggal elhíresült csárdáknak is. Ilyen volt az úgynevezett hármas is. Hortobágy melléki öreg pásztorok úgy mondták, hogy ez Amolyan eldugott csárda volt. A bágyi réten állt, ottan körül, ahol a hajdani hivatalos határjárások elsárgult levelű jegyzőkönyvei szerint három nagy puszta határa sarkának kellene találkozni, ám de ezek a határvonalak a ma vizes világban még nagyon bizonytalanok voltak. Azt, hogy hol, merre húzódnak a rétrengetegében, arra csak a hamis tanuk mertek esküdni. Így tehát a csárdát is hamisság jegyében telepítették ide, mint ahogy későbben is megannyi csalafintaság történt benne, és körülötte. Jellegzetes mocsári építmény volt, ágasok, cölöpök közé, vesszőből font, betapasztott fala, elnehezült az esőtől, a rothadástól, és a mohás náttető alatt mélyen belesüppett a talajba padlása nem is volt. A kunyhónyi sárkemence előtt vastag karók tartották a pendejkéményt, amelynek a leghegye is alig emelkedett a körös körül terjengő náderdő fölé. A hópustoló téli viharok, vadul száguldozva a nádas avarja fölött, százszor elgázolták volna ezt az avatag vitillót, de egyik vége, Erősen hozzá volt guzsolva és tapasztva, egy évszázados nagy mocsári tölgyfához. Mende mondázták, hogy egy tölgy odvába régen volt betyárok, rejtették el kincseiket, és akadtak is, akik az itt ott hozzáférhető odvakba kotoráztak, de bizony onnan senki nem húzott elő kincseket. Áradmányos esztendőkben még inkább szétterpeszkedett a mocsár. És ilyenkor csak nagyon keskeny töltéseken lehetett a csárdát megközelíteni. Jól jött ez persze néhány okkal bújdosónak, de nem jelentett hasznos forgalmat a csárdának. Ezért aztán voltak idők, amikor nem akadta ki a csaplárosságot. Az elhagyatottság pedig szülője lett a képzelgéseknek, itt járó szellemekről és egyebekről, ami által még inkább csökkent a csárda forgalma. Volt egy félnótás öreg diák, akit minden ismerőse csak Zsutinak nevezett, és ez az iskolázott, de idő előtt iskola hagyott lett férfiú, megszállottan bolyongott a csárda körül, főképpen azzal a céllal, hogy a mögötte lévő tölgy odvából kiszedje a régi betyárok kincseit. Annak az uradalomnak az intézője, amely uradalomhoz ez a pocsolya csárda tartozott, felajánlotta zsutinak, hogy legyen csapláros. És ő vállalta is, amíg egy esemény el nem rettentette. Amint ő maga mesélte, arra ébredt egy éjfélkor, hogy valakik sűrű nyikorgatták az ajtósarkát. A szelememből lelógó kormos falámpásban alig pislákolt a mécs imbolygó, furcsa alakok népesítették be az ivót. Voltak ott avult öregek, bokrétás legények, bajusztalan sihederek. Vélni lehetett volna, hogy pásztorok, petyárok, de nem azok voltak, mert cserzett arcbőr, szikárvonások helyett pergamen volt a látogatók bőre, fénytelen a szeme. Némán és szorosan leültek egymás mellé a lócára, aztán egy öreg felállt közülük, és azt mondta. Hé, Zsuti, jó vagy te egy csaplárosnak. Gazdaggá teszünk, ha végrehajtod, amit mondunk. Gangos házat vehetsz majd a pénzből. Zsutinak azonban inába szállt a bátorsága. Kiszökött a hátsó ajtón, és úgy elszaladt, hogy soha nem jött erre a vidékre többen. Topa Mátyás néven emlegetnek egy embert, aki rövid ideig ugyancsak csaplároskodott a hármasban. Azt bizonygatta, hogy Zsutinak igaza lehetett, mert ő is tapasztalt különös jelenségeket. Például nagy és mélységes mély gödör volt a csárda mögött, amely voltaképpen dágvány volt, vagyis iszapos, indákkal teli, alattomos, mert rejtett mocsár. Zivataros éjszakákom felfordult a dágvány, alja, fortyogni kezdett, és még apró lángok is felcsaptak belőle. A sűrű iszap a csimbókos gyökerek között koponyák villantak elő, az időközben megfeketedett vízből. Szintén zivataros éjeleken, amikor nyögve hajladozik a nádas, Többször megtörtént, hogy valami nagy fekete madár ereszkedett alá a csárda gerincére, és ismeretlen emberek neveit kiáltozta be a kéményen. Úgy adódott egyszer, hogy az ismeretlen nevek közé egy ismert is keveredett, mégpedig egy tiszapolgári módos gazda neve, aki éppen a csárdában tartózkodott. Topa Mátyás azonnal jelt adott neki, hogy ne figyeljen a hallottakra. De a gazda, akiben már feszült a bor ereje is, nem értette a jelet, és jó hangosan elkiáltotta magát. A minden itt, kinek van dolga velem, itt vagyok. Semmi nem történt azonban. De reggel felé, amikor józanodni kezdett a gazda, elfogta a nyugtalanság, és indult hazafelé a szekéren, ám de milyen csoda történt. Ő azt hitte, hazaérkezett, az otthoniak viszont jaj, veszékelni kezdtek, amikor megérkezett a szekér, mert a gazda rajta volt ugyan, de a kasfarba húzódva is, meghalva. Mit lehet ezekből elhinni? Mennyi a tudatos hazudozás, a játéka a babonás félelem eredménye? nem tudni. Tény, hogy a hármasnak nem volt jó híre. És ama francia utazónak még rosszabb lett volna a véleménye a magyar pusztaságról, ha elvetődik véletlenül a hármasba is. Betyárok halála Akármilyen ügyes, okos, erős volt a betyár, akármennyire is tápolták, akiket ő is tápolt, előbb-utóbb kézre került. Fehér holló volt az olyan, amelyik meggondolván a dolgot visszafordult félútjáról, legtöbbjét pedig hajtotta a kényszerűség, amíg törvény kézre jutott. Akadtak azért ritka kivételek, ilyen volt például Fintanáci, az ecsekpusztai dinasztia sarja, amikor kiszabták rá betyárkodásért a hosszú rapságot, azt kérdezte tőle a bíró. derék legény létére, miképpen adhatta a fejét ilyen pocsék mesterségre? Mire azt felelte Náci? Nem volna az pocsék, bíró uram, csak engednék szabadon folytatni. Mind a mellett azon kevés betyár közül való, aki nem folytatta, miután kiszabadult. Visszatért a méneshez, ahonnan annak idején a betyárkodás felé kanyarodott az útja. Úgy őszült meg, mint mindenki által becsült számadó. Szegedi Mihály nádudvari lakos volt eredetileg, de világos után inkább a bujdosó honvéd életét választotta. Aztán pedig betyárá lett. Rokonait, hozzátartozóit örökre elhagyta. Viszont soha nem fogták el a pandúrok. Egészen idős koráig a pusztai árterek és morotvák nádasaiban lappangott, ahol a legsűrűbb nádbokorra lelt, ott tapasztott magának rejtek helyet. Bolyongott a kunkápolnási réttől fel a bágyi meg a böszörményi nagy rétig. Éjjelente elő-előbújt, ráköszönt az ismerős tüzelgető pásztorokra skenyeret, sót, ócska gúnyát kapott. Állatgyógyításhoz használt ritka füveket, szikikovát, taplót, bojtárlegények kalapjához illő tolbokrétát adott cserébe. Vénségére is olyan óvatosan settenkedett, mintha zsandárhadak lesnék minden lépését. Kóborlása során összeakadt egyszer a nagy tudós hírében álló Deli Mátyás hortobágyi állatorvossal aki a pásztoroktól már hallott róla. Tudták, hogy nyugodtan említhetik, mert a doktor úr semmiképpen sem juttatja csendőrkézre. Nem is juttatta, sőt, inkább arra próbálta rábeszélni, hogy hagyja abba a bujdoklást, hiszen már nem büntetik a 48-as bujdokló honvédeket, és ő neki betyárkodása idejéből sem maradt olyan bűnarovásán, amiért keményen bántanák. Menjen haza például a falujába, bátyám, ajánlotta neki a doktor. Nehéz élet ez ilyen őszfejjel. Én már csak így maradok, felelte többszöri rábeszélés ellenére. Az orvos azonban csak próbálkozott. Legalább ne kuncsorogjon itt, mint egy koldus, ha szüksége van valamire. Egyedül csak én hozzám jöjjön. Ezt megfogadta Szegedi Mihály, és rendszeresen bejárogatott a doktor pusztait anyájára. A megbeszélt éjszakákon tele tarisznya várta a tornácra kiakasztva, hanem egyik reggelen honvéd sapkát lelt Deli Mátyás doktorúra tarisznyában. kosút bankók voltak a piros sapkába hajtogatva. Így búcsúzott az öreg. Máig nem tudni, hogy más vidékre vándorolté, vagy előre megérezte elmúlását. Senki nem tudja. A betyárok többsége azonban inkább a börtön rács mögött végezte életét, ha életben hagyták egyáltalán, és vízszintes helyzetben távozott a másik világra. Igazán pontosan mondja a nóta. Kerekhalmon, akasztófa, Holló madár szállott arra, csőrét feni, és arra vár, hogy a betyárt hozzá kemár. már. A sáréti falvak határában sokfelé találhatunk manapság is olyan dombot, amelynek akasztó halom a neve. Osvát Pál, néprajztudós és csendbiztos szerint, ezen a síkságon alig van olyan község, amelynek egy dülője, dombja vagy szigetje az akasztó előnevet ne viselné. Egy régi bihari tudós ember, Kánat Sándor, Biharország 1888 című könyvében írja, hogy amikor a sárréten járt, a darvasi és csökmői határdombon még állt az a faoszlop, melynek tetején fekete holló károg, mintha elégiában sírná vissza az elmúlt, az ő szempontjából szép időket, midőn erre a bitófára keskeny, hosszú, papíros volt szegezve a statárium hirdetése. Csak hát ki tudta azt elolvasni akkoriban azok közül, akik ellen intézve volt. A híres ágot a csárda kapuján is ott fújta a szél, de a betyárok nem azt nézték, hanem a Kútostort, hogy magaslati vagy leeresztett helyzetben van, mert az jelezte, hogy jöhetsz, vagy jobb, ha nem jössz. Bizony, aki nem vigyázott, biton végezte. És akiknek a talpa alatt elfújt a szél, miközben a biton lógtak, nem volt siratójuk sem. Legalábbis ott helyben semmiképpen, mert ezt törvény tiltott. Öreg mesélgetők a puszták nádasok titkának tudói állítják, hogy az üres bitó és az arra tévedt betyár között olykor szóváltások támadtak. Virág Károlyjal esett meg például, hogy amikor hazár halomnál elvágtatott a bitó mellett, az emberi hangon a nevén szólította. Visszafordult erre Virág Károly, és azt kiáltotta vágtató lova hátáról, lógasd meg, aki leásatott! Engem hiába vársz. Madarász község alatt a vankúj csárda közelében is felállítottak egy bitófát, csak azzal a céllal, hogy riogassa a vétekben leledzőket. Egy éjszaka Fábián Pistára szólt rá ez a szerkezet. Úgy tűnt Pistának, mintha Biri cége Matyi hangja lett volna. Gyere ide, ha mersz. Rövid gondolkodás után azt mondta Fábián Pista. Megyek. Ment is, körülrakta nátkévével a bitófát, meg is gyújtotta. De ezt sem tudta megmenteni tőle. Az említett cége Matyi az öccse volt egy legénynek, akivel jó barátságban volt Fábián Pista. A Matyi nevű fiú a szalontai főszolgabírónál kocsiskodott. Lévén, hogy a bátyja is betyár volt, elég sok mindenről tudott Matyi gyerek is. Amikor aztán barmót pusztán elfogták a bátyját és felakasztották, elfecsegett egyet mást Fábián Pista visel dolgairól is. Megintette Pista, hogy rosszul jár, ha nem tesz lakatot a szájára. A fiú azonban bátornak mutatkozott és feleselt, és akkor Pista örökre elhallgattatta. Beszélt azonban a fiú rokonsága. Miután megtudták, elárulták, hogy bajónét tanyáján van Pista búvó helye. Fél száz pandúr vette körül a tanyát, rapogtak a puskák, egyszer aztán csend lett a pandúrok oldalán, és azt kiáltotta a főszolgavíró. Elpogy a golyót, fiam! Ne szaporítsd a vétkedet, senki se akarja a vesztedet. Eddigi bűnödért kitöltöd az időt, aztán élhetsz csendes ember módjára. Gondold meg, amit mondok. Hajlott Pista a szóra, hiszen a főszolgabíró a keresztapja volt. Elfogadom, amit mond, kiáltotta vissza. Ez az élet sem jobb a börtönnél. Kidobta a puskáját az ablakon. Csak hogy a főszolgabíró szava nem a keresztapájé volt, hanem a főszolgabírói. Másnap a rögtön ítélkező talpon álló bíróság felköttette Fábián Pistát szalonta alatt. Móró Jancsi betyár legény nem volt hosszú ideig a puszták királya, de olyan derékfiú volt, hogy nem kisebb egyéniségek, mint Rózsa Sándor Bogárimre Bandi komáztak vele, és jókat mulattak együtt a kondorosi csárdában. Abban az időben bizonyos filipini János volt a csárdagazda, és mindig vigyázott a betyárokra. Babágyúrkát, zöld marcit is mentette, de Móró Jancsit nem tudta, mert Jancsi vigyázatlan volt. A Geist kastély felé vette útját, amikor pandúrok lepték meg a csárdát, mert a kastély uráról az hír lett, hogy betyárok patrónusa. Az is volt, de csak is üzleti alapon, vagyis ameddig és amennyire haszna volt a betyárokkal való cimborálásból. Nem is bíztak meg benne maradék nélkül a betyárok, csak amennyire ösztönük engedte. Mórójancsit Jancsit félrevezette az ösztöne. Hitt a kastélyurában, aki azonban úgy gondolta, jobban teszi, ha lök egy áldozati bárányt a pandóroknak, akik már amúgy is gyanakodni kezdtek, és a kezükre játszott a Moró Jancsit. Be se börtönözték, hanem rögtön ítélkeztek felette. A csárda meg a kastély között egy útszéli dombon felakasztották. Lesevette vette a vihodár, magyarán hóhér, abból a megfontolásból kiindulva, hát ijesztgesse itt a cimboráit pár napig. A gazda nem csak betyárbarát, de emberséges is volt, és nem szenvedhette az ilyen ostoba kegyetlenséget. Éppen zivataros éjszaka jött, s kilopakodott három legénnyel a vesztőhelyre, levették Moró Jancsit, és a csárda egyik udvari zugában menten el is temették. Állítólag ennek az esetnek az emlékére írta a következőket egyik pusztai versfaragó mester. Száraz fa, ága sincs, dombról messze látszik, nagy szomorúság az, hogyha kivirágzik. Zöldmarci vesztéről viszont Petőfi írt gyönyörű strófát. Fegyver neki puszta, fegyver neki puszta. Szegény jó zöld marci halálát okozta. Négy ágú épület volt, halálos ágya, s temetési dala, varjak károgása. Zöld Marcit 1816-ban fogták el a fegyverneki puszta egyik csárdájában, hiába vigyázott magára, és hiába vigyáztak rá sokan, árulás áldozata lett. Pusztulása után a korábban körötte sereglő betyárok szétszélettek, csak nagyszerű legendák élnek a nyomában. Hasonló legenda övezi kis végmiska pusztulását. Szokása volt, hogy időnként beszökött a falujába, és meglátogatta kegyetlen téli éjszakákon azért annyira aggódókat, és valami értéket is mindig hagyott nekik. Egyik alkalommal meg is kérdezte tőle unokatestvére. a testvére. Jutott te már eszedbe, te Mihály, hogy mire mégy evvel a sok futkosással, evvel a keserves síkonálással? Azt felelte Mihály, majd szerzek vele egy házat, amiben ellakhatok holtomig. Bizonyára a síralomházat értette alatta, amit aztán meg is szerzett. Neki is árulója akat. Valahol Szabolcsvár megyében fogták el. Olyan hatékony vallatásban részesítették, hogy ügyének bírósági tárgyalásán a fogházőrök támogatták szegényt, mert nem bírt állni a lábán. Mindvégig tagadta, hogy ő lenne kis Végmiska. Debrecen alatt akasztották fel, de alig lehelte ki lelkét, amikor a téglából épült négylábú akasztó egyik lába leomlott és a legenda szerint hiába rakták újra sokszor a könyvesek mindig újra leomlott. Kisvég Miskához hasonlóan Nyíri Betyár volt, Geszten Jóska is. Azért mondja Nyíri Betyárnak a néphagyomány, mert eleinte azon a tájon tevékenykedett, és ott is született Nyírvátorban. Mégsem pontos, ha Nyíri Betyárnak mondjuk, mert a betyár illetőségi helye a nagyvilág. Így volt Geszten Jóskával is. Amikor neki lendült a betyár életnek, akkor már nem nézett sem mesgyét, se határt. Mirza nevülován beszáguldozta az egész alföldet. Mindenütt otthon volt. Miközben sehol sem volt igazán otthon. Hírek szerint valóságos katonai sereggel rendelkezett, és hadvezéri képességei voltak. Nem egy bekovácsolva, hanem három-négy főnyi csoportokra osztva állítólag 40-50 betyár tevékenységét irányította. Pompásan kiépítette kapcsolatait az orgazdákkal is. Közülük is elsősorban a bajomban élő szalai nevezetű nagygazdával. A szalai udvar hátulján két hatalmas avasszalmak az Senki se gyanította, hogy nem kazlak ezek, hanem szalmával ügyesen berakott tágas színek. Ezekben meg a réti szigeten lévő tanyában dugták el a gesztenyóska legényei által hozott csikókat, meg tinókat. Jártak azonban gesztenyóska legényei Erdélyben is, ahova egész gulyákat hajtottak el, és másikkal tértek vissza. Időközben hullottak el emberei többnyire árulás következményeként. Különben is kezdett rájönni Gesztán Jóska, hogy veszedelmes dolog túlságosan sok embert fontos titkokba avatni, mert mindig akadhatnak gyengébbek, akiket beszédre bírhatnak a vallatásnál. Hiába lett azonban óvatosabb. Őrá is rázárták a kállói nagy börtön ajtaját. Hódmezővásárhelyen fogták el, számos orgazda ismerőse közül, az egyiknek a jó voltából. Pontosabban az orgazda fia árulta el, hogy mencs az apját. Az apát pedig könnyű volt menteni, mert sok pénzű ember volt, és markában tartotta a hivatalosságokat. Azokat azonban hiába tartotta, mert gesztenyóska emberei még az elfogatás éjszakáján taplót dugtak a tanyája ereszébe, és az porig évekig fonnyat Jóska rabláncon, és talán előbb-utóbb fel is kötötték volna, de sikerült megszöknie. Erről a szökésről is születtek aztán versek, de született egy köröző levél is, ami csúnyább nyelvezeten, de hitelesebben adja elő a történteket. Ezek szerint. Geszten Jóska, Mensik Károly, Karámos Péter, Urszúj László, Vakárjáron és Olájános. Elhíresedett és hosszú évek óta tartó súlyos börtönre ítélt rabok. Folyóhó tizedikén délután négy és öt óra között a szokásos vízhordás alkalmával a Nagy-Kálóban lévő úgynevezett Debreceni kútról, a melléjük rendelt börtönőr erőszakos lefegyverzésével és fegyverének elvételével megszökvén, Kállai Ákos úr két lovas szekerén, Debrecen felé elhajtattak. Midőn erről az előjárókat értesítem, egyszer s mint főnök úr ő nagyságának 6522. számú rendelete folytán oda utasítom, hogy a megszökött rablókat, az alápsorolt leírás és a kállai ákosféle lovak leírása nyomán köröztetni, és a legkisebb nyom bejelentését kötelességeknek ösmerjék. Kelt ladányban, augusztus 30-án 1859-ben. Szabó Lajos, császári és király alszolgabíró. Hosszas bujdoklások után Gulyás Bojtárnak állt Geszten Jóska, egy porkoláb nevű gazdához, de már előtte tudták mind a ketten, hogy ez csak leplezése a valónak. Nappal bojtárkodott Jóska, éjjel jószágokat hozott. A gazda meg túladott rajta. Úgy hír lett, hogy Porkolábné aztán Geszten szeretője lett, és vagy ezért, vagy másokból elárulta Jóskát Porkoláb gazda. Beküldte a kunyhóba, hogy pihenjen, egyen, igyon. De pár lépés után holtan esett a zöld gyepre. A kunyhóba bújtatta a zsandárokat Porkoláb, és azok lőtték le a gyanútlan betyárt. E század elején még volt, aki tudta, hol van Geszten Jóska sírja a Tiszadobi temetőben. Behorpadt, begyepesedett, jeltelen kis halommá lett. Babály gyurka híres betyár 1868-ban halt meg. Őt is lelőtték. Sokszor járt mulatni a csorvási csárdába, és egyszer a kint hagyott őr elaludt, a szarvasi pandúrok pedig tettek róla, hogy fel se ébredjen. Megrohanták a csárdában vigadókat is, és rövid harc után golyó érte babágyúrkát. Csorváson temették el, az akkor létező három tanyai temető egyikébe. Halála előtt mindennapos vendég volt ezen a tájon, és élvezte, hogy szabadon járhat, kellhet, mert szeretik a parasztok, és védik, ahogyan tudják, segítik a bujkálását. Ahogyan módjukban áll. A róla fennmaradt népballada minden betyár búcsúztatója lehet. Babály gyurka, szép legény volt, sejem fekete haja volt, kék szeme, sötétes kék volt, éltében híres betyár volt, de már elfolyt piros vére. Pandur Golyó ütésére, de sok lány könnyet ejtérte, öltözködik feketében.